Sziasztok, Daily Vin 103. rész, Bene Marci vagyok, és a mai epizódban arról szeretnék beszélni nektek, hogy az érzések, amikkel azonosítjátok önmagatokat, azok fogják hosszú távon meghatározni a személyiségeteket. És ugye már korábban beszéltünk arról, hogy miért is nem hasznos az, hogyha elkezditek azonosítani magatokat az érzéseitekkel, például akár egy veszekedésben, akár valaki úgy gondoljátok, hogy valami hátsó szándékkal úgy lép fel, vagy olyan dolgokról beszél nektek, ami bennetek tűz vagy haragot vált ki, például, és azt nem tudjátok objektíven külön kezelni, hanem és aztán dönteni, hogy szeretnétek ebben a szituációban visszajelezni, reagálni, cselekedni, hanem azonosulva azzal az érzésetekkel, ti maga lesztek az a dű, az a harag, ami aztán elkezd pusztítani, és nem kívánt állapotokat hoz létre. A probléma ezzel ugyebár rövid távon, ezt már beszéltünk róla, hosszú távon viszont konkrétan ezzel a fajta érzéssel, vagy ezen az érzésen keresztül kezdjük el definiálni magunkat. Tehát hogyha mondjuk maradva a haragnál, én vagyok a Marci, aki mindenre kiborul, és nagyon hevesen lép fel különböző szituációkban. Csomó helyen például pozitív is lehet, hogyha erényesen tudom képviselni a határaimat, vagy egy meetingen tudom hatékonyan átvinni az ötleteimet, és azt azzal előre vinni a céget, hogy mondjuk végre döntésre jusson. De csomó szituációban, családoknál, barátnál, privát kapcsolatban ezek visszafelé is el tudnak sülni. Viszont mi ugyebár ezzel definiáljuk magunkat, sőt, ami a legkeményebb, hogy a világból ezekre a dolgokra megerősítéseket keresünk. És minden egyes alkalommal, amikor egy olyan dolog jön föl, hogy igenis mi így lépünk föl, akkor megerősítést kapunk arra, hogy ez teljesen helyén van, és ez teljesen jól is van. Mert hogy mi így működünk, nekünk ez a programunk, mi ezek vagyunk konkrétan, ez a személyiségi jegyünk. Azt nem észrevéve, hogy szimplán azonosultunk az érzéseinkkel, azonosultunk azok az érzésekkel, amikkel általában szoktunk szituációkra reagálni, és azt észre sem veszük például, hogy rengeteg fajta érzés van bennünk, és akármelyikkel tudnánk azonosulni a pillanatot nézve, hogy éppen hogyan szeretnénk fellépni a világban. De ezt a fajta döntéshozási képességünket, ezt teljesen elfelejtettük, illetve nem is tudjuk, hogy létezne. Mert hát, hogy egy abszolút vakfoltban ragadt meg a személyiségünk fejlődése. És elsősorban ugye az lenne a fontos, hogy itt is kiváljunk ebből a dologból, és ne várjuk meg azt a pillanatot, amikor már mondjuk 20 csajot hagyott minket, és mert hogy mindegyikkel írtó parasztul viselkedtünk, vagy pedig olyan passzív agressziót generáltunk, mert hogy ezt találtuk megoldási mechanizmusnak, az, amiről már beszéltünk, hogy egy stratégia stratégiára. Tehát az, hogy benne működik egy program, és akkor jó, akkor megpróbálom elütni poénként. Ami rohadtul nem poénos a másik oldalnak, de mi mégis erre próbálunk bazírozni, hogy így valahogy át fog futni a dolog. Szóval, amikor már akkor a szenvedésben leszünk, hogy muszáj lesz szenvedéznünk ezzel a dologgal, jobban jártok, hogyha elkezdtek tényleg egy kis időt minden nap ráfordítani arra, például ennek a vlognak hallgatásával, hogy körbejártok ezeket a személyiségi struktúrákat és beállított programokat, hogy mik futhatnak az életetekben, mik azok az érzések esetleg, amik definiálnak titeket. Legyen az félelem, szorongás, túlzott vágy bizonyos dolgok felé, harag, düh és hasonlók. Share your win more, be more. Találkozunk holnap. Sziasztok!